Az előző évekhez képest csaknem 10-szeres áremelkedéssel kötött földgáz szerződéseket a szolgáltatóval a tolnai önkormányzat, és sajnos a villamos energia tekintetében, bár nem ennyire drasztikus, de jelentős a drágulás. Szeptember végén hozott a képviselőtestület döntéseket arról, hogy milyen módon tudnánk csökkenteni az intézményekben az energiafelhasználást. Ezt egyébként azóta két hetente ellenőrizzük a fogyasztási helyeknek az órái leolvasásával, és mindez idáig úgy tűnik, hogy azok a 25%-os, illetve a sportlétesítményekben az 50%-os energiafogyasztást minden bizonnyal tartani tudjuk. Eddig legalábbis tartani tudtuk. Nyilván az, hogy a jövőben mi lesz, ez azért nagyban függ attól, hogy milyen hideg lesz, de az intézmények eddig mindegyik azokat, tehát a 25%-os az intézmények tekintetében, óvoda, családsegítő központ, polgármesteri hivatalnál 25%-os energiamegtakarítást írtunk elő. Ezeknél úgy tűnik, hogy akár még egy jelentősebb megtakarítás is van. Itt azért hozzáteszem, hogy az igazgatási szünet, ami egy majdnem 3 hetes lezárás volt, mindenhol kivéve a családsegítő központot, azért egy nyilván nagyon-nagyon jelentős megtakarítás, de egyébként is a hőfok csökkentésével, itt a hivatalban a munkaidő átszervezésével, tehát hogy hétfőtől csütörtökig dolgozzuk le az egész heti munkaidőt, és pénteken a hivatal zárva tart, tehát már plusz egy napot nem kell fűteni. Ez is egy nagyon-nagyon jelentős megtakarítás, tehát itt a hivatalban például a 25%-nál egy jóval jelentősebb gázfogyasztást tudtunk, vagy gázfogyasztás csökkentést tudtunk realizálni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a költségvetésünket már a tavalyit is, de az ideit is nagyban érinti. Viszont egy komoly előkészítő munkát követően jelentős támogatást kapott az önkormányzat. Balla György kormánybiztos úrral való tárgyalásunk és adatszolgáltatásaink következtében majdnem 133 millió forintot kapott az önkormányzat a rezsinövekményre. Tehát ezeket nyilván arra kell költenünk, a közvilágítás és az intézmények tekintetében a záremelkedésre kell fordítanunk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ezentúl pazarlóan kell gazdálkodnunk az energiával. Azt jelenti, hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket korábban hoztunk, azokat nagyon szigorúan be kell tartanunk ezután is, de várhatóan a saját költségvetésünkből, saját bevételeinkből ezen a 133 millió forinton túl nem kell hozzátenni. Tehát én nagyon bízom abban, hogy ez elégséges lesz a rezsi növekménynek a finanszírozására.